Mindenható Istenünk, mi megvalljuk neked, hogy az emberi bölcsesség alapján tanácstalanok vagyunk. Sokszor az élet legapróbb kérdéseiben, de amikor a házasságról beszélünk, és arról akarunk gondolkozni, sőt azt meg szeretnénk élni, akkor nagyon sokszor tanácstalanok vagyunk. És csak látjuk körülöttünk a rossz példákat, az elrontott házasságokat, a fájdalmat, azt a sok törést, ami keletkezik emberek lelkében és szívében, azt a sok válást, azt a sok pusztulást. Urunk, hisszük, hogy Te nem ezt tervezted. Hisszük, hogy Te az élet vagy, és Te életet és örömet akarsz adni nekünk a házasságban is. Ezért kérünk, hogy jelentsd ki a Te tervedet nekünk ezen az estén is. Ezt kérjük Jézus a Te nevedben. Ámen. Ugye, ahogy az Efezus beliekhez írt levelet, tanulmányozzuk versről versre, most már egy ideje egy nagy témánk van, ez a házasság témája, és ez a harmadik alkalom ebben a házasság sorozatban, amikor erről beszélünk. Ugye, láttuk a legelső alkalommal, megnéztük a házasságnak az alapjait, még mielőtt valaki el is indulna a házasságba, hogy milyen legyen a motiváció, a hozzáállása, és láttuk, hogy Isten mindenkiben, férfiakban és nőkben is egyaránt az alázatos és szolgáló szívet keresi. Ugye ezt láttuk az Efezus 5.21-ben. Aztán beszéltünk arról is, hogy az, hogy hogyan szolgáljunk egymásnak, hogy ez mit jelent, ez másként valósul meg egy házasságban a férj és a feleség szerepére nézve. Mert ugye beszéltünk arról sokat, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, és a házasságban sincs semmilyen értékbeli különbség a férj vagy a feleség között. Azonban beszéltünk arról is, hogy az értékek egyenlősége az nem jelenti azt, hogy a szerepek is azonosak lennének. Ugye beszéltünk arról, hogy a szerepek mások, az elhívások mások. Mert a férjet is és a nőt is más elhívással hívja el Isten a házasságba. Beszéltünk arról, hogy Isten a rendisten, és egy nagyon szép rendet teremtett ebbe a világba, a házasságba is, meg minden másba, amit az ember fölborított, és egy feje tetején álló világban élünk, és Isten igéje azon fáradozik, amikor a Szentlélek kijelenti nekünk az igazságait, hogy helyreállítjuk ezt a fejreállított világot. És a házasságra nézve is ez az egyik nagyon fontos cél. Ugye láttuk azt, hogy ez a két szerep, a férfi és a nőre nézve, ha nagyon röviden fogalmazzuk meg, akkor a férfi oldaláról nézve egy vezető szerep, a nő oldaláról nézve egy segítőtárs szerep. És a múlt alkalommal részletesen megnéztük a feleség szerepét, hogy mit jelent a segítőtárs szerep, mit jelent ez az elhívás, és láttuk, hogy ez az engedelmességben valósul meg, és hogy hogyan valósul meg. Ugye erről beszéltünk a múlt alkalommal végig. A mai alkalommal azonban tovább megyünk, és meg fogjuk nézni, hogy a férj szerepe, a férj elhívása, ami ugye egy vezető szerep, az mit jelent, az hogy valósul meg. Úgyhogy erről lesz most szó, ahogy tovább haladunk. De mielőtt az Efezusi levélben tovább vennénk a soron következő verseket, egy másik helyről hagy idézzek egy igeverset, amivel kicsit szeretném ezt bevezetni. Az első Korintusi levél 11. fejezetének a 3. versében ezt olvassuk. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Ugye ennél tömörebben és világosabban nem lehet szinte megfogalmazni ezt a rendet, ezt a fajta felépített rendet, ami az Isten tervében van. Ugye látjuk az isteni rendet. Az asszony feje a férfi, ezért az asszony engedelmeskedik a férfinak, a férfi feje Krisztus, ezért a férfi engedelmeskedik Krisztusnak. Tehát ez az ige is ugyanezt mondja, amit
az efezusi levélben is látunk, hogy a Krisztusnak való engedelmesség és a feleség vezetése, ugye ezekről beszéltünk, ez felelősséget jelent. Ahogy a feleségek engedelmessége, és erről beszéltünk, sokszor félreértett dolog, úgy a férjek vezető szerepe is ebben a világban nagyon sokszor félreértett dolog. Látni fogjuk, hogy Isten a férj szerepébe egy igazi férfit hív el. Egy igazi férfit hív el, és meg kell, hogy mondjam, a mai világunkban kevés ilyen van. Mit értek az alatt, hogy igazi férfit? Hát, ha mai világunkban körülnézünk, akkor nagyon szomorú a kép, amit látunk. Mert férfiak helyett találunk sovinisztákat, akik leuralják a nőket, és találunk félénk kisfiúkat, akiknek a férfiasságuk, a férfiasságtól olyan messze vannak, mint a giliszta az oroszlántól. Egyfelől ott vannak a soviniszták, akik eljátsszák ugye a határozott férfi szerepét. Ugye tudjátok, hogy miről beszélek. Akik nagyon vagányak, vagányan cigiznek, isznak, beszélnek, káromkodnak. Próbálják eljátszani, hogy ők valakik, hogy ők tudják, hogy mit akarnak és mit csinálnak. És erőszakosan bánnak a nőkkel. Nagyon sokat látunk ilyet a világban. És legtöbbször ezek az emberek valójában csak takargatni akarják, hogy nincs semmiük, belül teljesen üresek, teljesen gyámoltalanok, tehetetlenek és éretlenek. És a másik oldalon pedig vannak olyan férfiak, akik már a koruk alapján igazi férfiak kellene, hogy legyenek, de valójában csak gyáva és tehetetlen kisfiúk. Azért, mert nem mernek felelősséget vállalni, nem tudják, mit akarnak, nem mernek kilépni, sosem mernek kezdeményezni. Láttunk két ilyen csoportot, és egyik csoportban sem azok a jellemvonások vannak, amik arra férfiak elhívva a házasság. Azok a nők, akik keresnek egy igazi férfit, joggal kérdezik, hol van egy igazi férfi. És miért van ez? Miért van ilyen torzulás a férfiak férfiasságában, a világban? Hát azért van, mert persze a férfiak nagy része a világban egyáltalán nem törődik azzal, hogy mi az Isten akarata, és teljesen a saját fej után megy, teljesen a világ hatása alatt lett olyanná, amilyenné lett. A világ pedig ezt teszi a férfiakból. Vagy soviniszta vadállat, vagy puhány kisfiú. És érdekes megfigyelnünk, hogy mindkét csoportra nagyon jellemző valami. Nem vállalnak felelősséget. Nem vállalnak felelősséget. És nem vállalnak áldozatokat. Pedig látni fogjuk, hogy az igazi férfi legfőbb jellemzője pontosan ez. Pontosan ez. És Isten azt akarja, hogy a férfiak azok igazi férfiak legyenek. Isten szerinti férfiak. És látni fogjuk, hogy Isten igéje megmutatja nekünk, hogy az milyen. Látni fogjuk, hogy Isten igéje Jézusra mutat. Jézusra mutat. És hadd álljak meg még egy pillanatra, mielőtt elkezdjük az igeverset tanulmányozni, egy másik gondolatot hadd mondjak el, ami nagyon elgondolkoztató. Hogyha megnézzük azt, hogy a férfiak milyen motivációval mennek a házasságba, hogy mire alapozzák a házasságukat, hogy mi a szerepük a házasságban, akkor azt találjuk, hogy az teljesen más attól,
mint amit az Isten igéje mond, mint amiről a mai napon fogok beszélni. Nézzünk erre egy példát. Sokszor, hogyha megkérdezik egy férfit, akit házasodni akar, hogy miért akarsz házasodni? Miért akarod elvenni azt a nőt? És ezt minden férfinak fel kell tennie. Lehet, hogy még egyedülálló férfi vagy, és még nem is tudod, hogy ki lesz az a nő. De ha valaha meg akarsz házasodni, ezzel a kérdéssel szembesülnöd kell. És akkor milyen válaszokat szoktak mondani? Nagyon sokféle válasz van, mondok néhány tipikus választ. Nagyon tetszik ez a nő, annyira tetszik, annyira szép, teljesen elolvadok, olyan gyönyörű. Van egy ilyen típusú válasz. Van egy olyan válasz, hogy olyan jól megértjük egymást. Olyan jól érezzük magunkat együtt. Olyan jól tudunk beszélgetni mindenről. Van egy olyan válasz, hogy olyan jól tudunk imádkozni együtt. Figyeljétek, ez már nagyon lelki. Olyan jól tudunk imádkozni együtt. És olyan jól tudunk szolgálni együtt. Olyan jól tudunk együtt dolgozni. Vagy egy olyan válasz, hogy ennek a lánynak olyan csodálatos hite van, hogy olyan jó feleség lesz belőle. És még sorolhatnám. Ugye nagyon-nagyon sok mindent, és az a furcsa, hogy amiket mondok, azok nem rossz dolgok. Azok nem rossz dolgok. És ilyen válaszokat hallunk, de most én hagyj foglaljam össze ezeket a válaszokat mind egyetlen egy tömör összefoglalásban, hogy mit is akarsz. Azért akarod elvenni azt a nőt, mert kielégíti valamelyik önző vágyadat. Azért akarod elvenni azt a nőt, mert kielégíti valamilyen testi vagy lelki önző vágyadat. És hadd kérdezzek akkor valamit. Mi van akkor, ha az a dolog, amit most te gondolsz, hogy azért szeretnéd elvenni azt a nőt, ha az egyik pillanatról a másikra eltűnik? Mi van akkor, ha az a nő már nem lesz olyan gyönyörű? Mi van akkor, ha eltelik 30 év, és abból a gyönyörű nőből egy öreg asszony lesz? El fogod hagyni? Hiszen már nem elégíti ki a gyönyörű nő kritériumát, ami miatt elvetted. Vagy nem kell 30 évet várni. Következőt gondold el. Az esküvőtök másnapján a feleséged autóbalesetet szenved, és nyomorék lesz, tolószékbe kerül egy életre. Az a gyönyörű női test, akiért annyira oda voltál, egyik napról a másik napra egy deformált testé változik. Mit teszel? Eldobod? És többé már nem gyönyörű nő. Vagy mi van akkor, ha a házasságotok első éve után már nem ért meg annyira, mint amennyire megértett? És folyton veszekszik veled. Akkor mit csinálsz? Vagy mi van akkor, ha találsz valakit? A munkahelyen jön egy új munkatárs, egy titkárnő, vagy valaki, akivel olyan jól megérted magad. És rájössz, hogy ez a nő sokkal jobban megért engem, mint a feleségem. Ezzel olyan jót tudok beszélgetni. A feleségemmel mindig veszekszem, de ezzel a nővel, ez fantasztikus. Mit csinálsz? Lecseréled a feleséged? Vagy mi van akkor, menjünk a lelki irányba, ha találkozol egy nővel, akivel sokkal jobban tudsz imádkozni, mint a feleségeddel? Vagy akivel sokkal jobban tudsz szolgálni együtt, mint a feleségeddel? Hát nyilvánvaló, hogy Isten akarata az, hogy le kell cserélni a feleségedet arra a nőre, nem? Milyen lelkien hangzik, hogy még jobban tudj szolgálni, még jobban tudj imádkozni. Ez már a lelki köntösbe bújtatott önző vágy. És én folytathatnám még a sort, de hagyd mondjam el, hogy ha te ezekre, ha ezek bármelyikére építed a házasságod,
akkor te nem stabil alapokra építed. És akkor ez egy pillanat, egyik pillanatról a másik pillanatra összeomolhat. És a mai világban a férfiak többsége ilyesmi, és ehhez hasonló alapokra építi a házasságát. Hát nem is véletlen, hogy összeomolnak. Magyarországon, ahogy mondtam az első alkalommal néhány statisztikát nektek, ugye a házasságok több mint fele válással végződik. Már nem csodálkozom. Sajnos. De hadd mondjam el neked, Isten embere. Neked, Isten férfia. Hogy neked, Isten a mai napon azt mondja, hogy ne ezekre az alapokra építsd te házasságodat. És megmutatja neked azokat az alapokat Isten igéje. És lehet, hogy most sokan megbotránkoznak, ugye, amiket mondtam, mert én mondtam egy csomó dolgot, amik nem rossz dolgok önmagában. Tehát én nem azt mondom, hogy most direkt vegyél el egy nőt, aki nagyon csúnya. Tehát, vagy direkt vegyél el egy nőt, akivel nagyon rosszul tudsz imádkozni. Vagy ugye nem erről beszélek, hogy ezek rossz dolgok, amikről most beszéltünk. Ezek nem rossz dolgok, de nem alapja a házasságnak. Mert jó dolog az, hogyha te tudsz örvendezni a feleséged szépségének, jó dolog az, ha élvezni tudod a veled való közösséget, jó dolog az, ha tudtok együtt imádkozni, jó dolog az, ha tudtok együtt szolgálni. Nagyon jó dolog, ha meg tudjátok érteni egymást. Nagyon jó dolog. Ezek nem rossz dolgok, de ezek nem alapjai, hanem gyümölcsei és áldásai a házasságnak. És ez nem ugyanaz. És ezeket Isten adni akarja. És ahogy mondtam, a házasság olyan, mint egy nagy ajándék kosár, amiben tele van nagyon sok ajándék, és ezek is benne vannak, és ezekből Isten adni akar neked sokat, és sokat, és sokat. De ezek egyike sem alapja a házasságnak. És akkor felmerül a kérdés, jogosan, hogy akkor mi az alapja a házasságnak a férfi számára? Mi a férfi elhívása a házasságra? Milyen motivációval vegyen el egy férfi egy nőt feleségül? Ez a legfontosabb kérdés. A mai alkalomnak ez a legfontosabb kérdése. És neked, ha házasodni akarsz, tisztáznod kell ezt a kérdést magadban. Meg kell válaszolnod. És erre a kérdésre Isten válaszol. Isten igéje, az a rész, amit ma tanulmányozunk, pontosan erre a kérdésre ad választ. Olvassuk hát. Efezusi levél, 5. fejezet, 25-től a 30-as verseket olvasom. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha valaki itt belegondol abba, amit itt Pál ír, akkor kiakad. Ugyanis Pál elképesztő dolgokat ír. Azt mondja, hogy a férfiaknak a férj elhívása a házasságra az, hogy úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus az egyházat. Az alap, amire építened kell a házasságot, az elhívás, az Isten elhívása a házasságra, az, hogy úgy szeresd a feleséged, mint Krisztus az egyházat. Mit jelent ez? Hogyan szereti Krisztus az egyházat? Az életét adta érte.
az életét adta érte. Férfiak, ez a mérce. Nem alacsony. Ez a mérce. Isten igéje világos. Ez az önfeláldozó szeretet, amit Krisztusban látunk. Ha te igazi férfi akarsz lenni, és Isten szerinti férj szerepét akarod betölteni a házasságban, akkor az életedet tedd le a feleségedért. Akkor az életedet tedd le a feleségedért. A férjet Isten egy önfeláldozó, feltétel nélküli szeretetre hívja el a házasságba. Feltétel nélküli, ez fontos, mert Krisztus szeretete is feltétel nélküli. A te elhívásod az nem függ attól, hogy a feleséged szép, vagy csúnya, vagy egészséges, vagy öreg, vagy veszekszel-e vele, vagy jól kijössz vele, jól tudsz imádkozni vele, vagy rosszul tudsz imádkozni vele, jól tudsz szolgálni vele, vagy nem tudsz jól szolgálni vele, vagy akármi, ezektől nem függ. Semmitől, ilyenektől nem függ. A te elhívásod független ezektől. És arról szól, figyelj, férfiak, figyeljetek. Az elhívásod arról szól, hogy Isten elhívott téged arra, hogy egész életeden át feltétel nélkül szeresd a feleséged, és tedd le az életed érte. Mit jelent ez? Hát adott esetben jelentheti szó szerint azt, hogy feláldozod magad a feleségedért, de az esetek többségében ez nem úgy jelenti, hogy meg kell halnod érte. Az esetek többségében azt jelenti, hogy élj érte. Élj érte. A férj elhívása ez, hogy úgy szeresse a feleségét, hogy éljen a feleségért, és a felesége ezáltal kivirágozzon és boldog legyen. Ahogyan Krisztus is úgy szereti az egyházat, hogy mit csinál az egyházzal? Megmentette, élteti, gondozza, táplálja, kivirágoztatja. És ez nem kis feladat. És ezt az elhívást semmi soha nem írhatja felül. Figyelj arra, amit most mondok. Semmi. Még a szolgálat sem. Még a szolgálat sem. És erről fogok majd beszélni. És ez nagyon fontos elhívás. Emlékszem az esküvőnk alkalmával, Greg, a korábbi pásztora a gyülekezetnek, talán néhányan ismerik, a menyegző istentiszteleten arról beszélt nekem, amikor ott álltam a feleségemmel együtt, hogy én vagyok azért felelős, hogy a feleségem mindig olyan ragyogó és boldog legyen, mint ezen a napon. És én ezt nem felejtettem el. 8 évvel ezelőtt történt. És életem végéig nem akarom soha elfelejteni. Mert pontosan ezt jelenti ez. És nekem az a vágyam, hogy a feleségemet tudjam úgy szeretni. Feltétel nélkül, mint Krisztus az egyházat, hogy ezáltal megáldjam őt, és boldoggá tegyem. Mert a férj felelős a felesége boldogságáért. A férj felelős a felesége boldogságáért. Én nagyon sokszor látok sajnos olyan magányos és sorvadó feleségeket. Azért, mert a férjüknek nincs rá ideje, nem törődik, a munka, a szolgálat, vagy akármi miatt elhanyagolják a feleségüket. És figyeld meg, amit most mondok, az nagyon fontos. Mi sokszor annyira becsapjuk magunkat, hogy a szolgálat mennyire fontos, az Úrnak szolgálunk. Hát figyeld meg, mit mond az Úr neked. Ha te a szolgálat miatt elhanyagod a feleségedet, akkor most az Úr azt mondja neked, hogy hagyd abba a szolgálatot, menjél haza, és tedd le az életed a feleségedért. És neki szolgálj. Ha annyira akarsz szolgálni, akkor szolgálj a feleségednek.
Mert az Istennek nem kell a te szolgálatod. És de sokat láttam ilyet. Tudjátok, hogy Isten igéje mit mond arról a férfiról, aki elhanyagolja a családját? 1 Timóteus 5:8-ban mondja az ige, ha pedig valaki az övéiről és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ez azért elég drasztikus, nem? Azáltal, hogy te elhanyagolod a feleséged, húha, gondolj bele ebbe az igébe. Isten milyennek minősít téged? Ez Isten véleménye. Nem az én véleményem. Isten véleménye, és ha ezzel problémád van, akkor beszélj vele. És ha te most férként magadra ismertél, akkor kérlek, könyörögve kérlek, térj meg ebből. Tegyél félre mindent, és tedd le az életed a feleségedért. Legyél vele, majd mindjárt beszélünk róla, hogy miért fontos ez. És szolgálj neki. Ugye miután az Efezus 5:26-ban ugye olvastuk azt, hogy Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy az életét adta érte, folytatja ezt és megmagyarázza nekünk. Isten igéje megmagyarázza, mit jelent ez. Mit jelent letenni a férfinak az életét a nőért. A 26 és a 27-es versekben van, újra felolvasom, figyelj, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja mag elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. A víz fürdője ugye egyértelműen a bemerítésnek, a keresztségnek a képe, ami ugye az újjászületés képe. Amiben ugye az történik, hogy Isten eltörölte a bűneinket. Az ige pedig, amit megemlít, ahogy tanulmányozzuk Isten igéjét újra és újra, az kimossa és megtisztítja a gondolkozásunkat a sok hazugságtól. Mind a két kép miről beszél? A megtisztításról, a tisztításról. A bemerítés is, és az ige jelentés is egyértelmű. Jézus szeretete megtisztító szeretet. Megtisztító szeretet. Olyan szeretet, amely megtisztít, megszentel, és a szent életben való járásban segít bennünket. És azt mondja itt az ige, hogy a férjeknek is ilyen az elhívása. Megtisztító szeretetre hívja el őket, hogy a szeretetük a feleségük iránt megtisztító szeretet legyen. Olyan szeretet, ami védi, óvja a feleséget, és mindenben segíti a megszentelődésben. Figyeljetek, a férj felelős a felesége megszentelődéséért. A férj felelős. Az a férfi, aki például a házasság előtt rávesz egy nőt arra, hogy legyen szexuális kapcsolatuk, az nem csak hogy bűn, hanem az ilyen férfi egyáltalán nem alkalmas a férj szerepére. Mert nem a tisztaságba és a szentségbe, hanem ellenkező irányba viszi és rángatja azt a nőt. A férj felelős azért, hogy a felesége növekedjék és előre haladjon a megszentelődésben. Ez is az elhívás része, most olvastuk az igéből. Tudjátok, vannak olyan férjek, akik soha nem imádkoznak együtt a feleségükkel. És ez elképesztő számomra. Szerintem az a legnagyobb kiváltság, hogy azt a személyt, akit odaadott nekem az Isten, akivel a legközelebbi intim kapcsolatban vagyok, bevonhatom Isten közelségébe. Vihetem őt, és együtt mehetünk. Együtt, egységben. És nagyon sok férfi ezzel nem törődik. Van olyan férj, aki soha nem imádkozott még a feleségével. Van olyan férj, aki még soha nem tanulmányozott igét együtt a feleségével. Pedig ezek
olyan nagy kiváltságok, és ez mind részei annak az elhívásnak, hogy a feleségünk megszentelődésért felelősek vagyunk, hogy bevonjuk Isten jelenlétébe. Mert mi vagyunk a vezetők, és oda fog menni a feleséged, ahova vezeted. És nem őt fogja felelősségre vonni Isten majd azon a napon, hanem téged. Hanem téged. Hova vezetted? Hova vezetted őt? Bevezetted őt az imádságba? Bevezetted őt az igébe? Beszéltetek együtt az igéről? Tartottatok otthon kis áhítatot a gyerekeitekkel együtt? Rendszeresen? Ez a férj felelősség, a férj csodálatos elhívása, hogy ezt te megteheted, hogy oda viheted a feleségedet. Nem te szenteled meg, mert arra te képtelen vagy, mert az Isten fogja megszentelni, az ő igéje és a lelke. De te beleviheted őt, mint vezető, oda viheted őt az Isten jelenlétébe, és ez rajtad múlik. Ez rajtad múlik. Ahogy tovább olvassuk az igét, a 28-tól a 30-as versekben még többet tudunk meg erről az elhívásról. Azt olvastuk, hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza azt, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk testének. Tudjátok, Pál az nagyon realista volt. És egy reális képet használ arra, hogy megtanítson a férfiaknak valamit. Pál pontosan tudta, hogy akkor is, és azóta is, és mindig is a férfiak szeretik a saját testüket. Szeretik önmagukat. De egyébként ezzel nem csak a férfiak vannak így. De itt Pál ezt a képet használja. Figyelj, nem azt mondja itt Pál, hogy szeresd magad. Egyes ige magyarázók félreértik, amit Pál mond. Ezt ugyanis nem kell neked mondani, mert te magadtól is csinálod, hogy szereted magad. Tehát Isten igéje nem az önszeretetre tanít, hanem az önszeretetet megállapítja, mint diagnózis, és azt mondja, hogy hát ha te ennyire szereted magad, figyelj, akkor szeresd így a feleséged is. Pál realista. Mi szeretjük a testünket, és egyébként bizonyos értelemben kell szeretnünk, hogy gondoskodnunk kell róla, tehát kell ennünk, aludnunk, szükséges az élethez, sportolunk, vigyázzunk a testünkre, és hát vigyázzatok is rá, mert a Szentlélek temploma vagytok. És ezt a képet Pál azért használja, hogy megtanítsa a férfiaknak, hogy az elhívásukban az a szeretet, az gondoskodó szeretet is. Isten a házasságban a férjet gondoskodó szeretetre hívja el. Mit jelent ez? Maga Pál magyarázza meg nekünk Krisztus példájával, hogy ahogy mi az egyház tagjai, részei vagyunk a Krisztus testének, és Krisztus gondoskodik a testéről, az egyházról, folyamatosan élteti, megerősíti, vigasztalja, továbbviszi, vezeti. Ugyanúgy gondoskodj te is a feleségedről. A férj felelőssége az, hogy a felesége biztonságban érezze magát a házasságban. Hogy védve érezze magát. Mind fizikailag, mind lelkileg. Hadd áruljak el egy titkot nektek, férfiak, a női lélekről. Amit szerintem ti is tudtok, de legalább tudatosítom most bennetek. Minden nő arra vágyik, hogy olyan férje legyen, aki mellett biztonságban érzi magát, és aki gondoskodik róla. Minden nő erre vágyik. Én nem találkoztam még olyan nővel, aki erre nem vágyna. Azért van ez így, mert Isten így teremtette a nőket, nem véletlenül olyanok ők. És a férnek, a férfinak adja az elhívást a házasságban, hogy ő gondoskodjon róla. És nem csak olyan értelemben, hogy megkeresi a munkájával a pénzt, hogy ne haljanak éhen. Olyan értelemben is, igen, ilyen értelemben is. De nem csak ilyen értelemben, hanem lelkileg is. Nyújtson neki egy olyan társat,
olyan lelki társat, a legjobb lelki barát legyen, aki megérti, aki segíti, és akire mindig számíthat. Ez utolsó nagyon fontos, akire mindig, minden körülmények között számíthat. Hadd kérdezzem meg a férjeket, hogy te lelki társa is vagy a feleségednek, vagy csak pénzkereső? Ez egy nagyon fontos elhívás. Nagyon fontos, hogy a férj tisztelje a feleségét, és gyengéden bánjon vele. Péter első levelében, a 3. fejezet 7. versében ezt olvassuk, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Hoppá, érdekes összefüggés, ugye? Az ima meghallgatás és ezen elhívás között. Péter ugye azt írja, hogy a feleség a gyengébb fél, mert a férj az erősebb, így lett teremtve. És azt mondja a férjnek, hogy tisztelje a feleségét és értse meg őt. Hogy tegyek fel egy pár kérdést nektek, férfiak, férjek. Megértő vagy a feleségeddel? Ha nem érted őt, törekszel arra, hogy megértsed? Mert ez nagyon fontos. Sokan vannak férfiak, férjek, akik egyáltalán nem értik a feleségüket, abszolút, és nem is akarják megérteni. Nem is érdekli őket, hogy mi van a feleségükben, és hogy miért olyanok. Te tiszteled a feleségedet? Nagyon sokan vannak férfiak, akik bunkó módon viselkednek a feleségükkel. És én láttam ilyet többször, és az Isten kegyelme volt, hogy lefogott, és nem ütöttem meg. Mert ez annyira, annyira felháborító, hogy te, aki erősebb vagy, akinek megvan a képességed arra, hogy leuralt, leuralod, és visszaélsz azzal, hogy erősebb vagy. Te udvarias vagy a feleségeddel? Lovagias vagy a feleségeddel? Hát a mai világban ezek a fogalmak már el is tűntek. Ilyen lovagiasság, hát az emberek többsége nem is értik. Mit jelent a szó? Hát nem is hallottak mi erről. Történelmi filmekben lehet látni lovagokat. De ez a lovagiasság, ez nincs ilyen. Hát honnan is lenne? Hiszen a mai világban a világ azt a macsót állítja példaképnek. Ugye? A filmekben ott van Bruce Willis, meg a többi. Kemény, lekezeli a nőket, ő a király. Figyeljétek meg, ezek a hősök, ezekben a filmekben mindig magányosak. Soha nem egy nővel vannak, soha nem családban vannak, soha nem látjátok őket örvendezni a családban, hanem mindig olyanok, akik sok viszkit isznak, sokat cigiznek, sokat lőnek, sok nőt hajtanak fel. Ez a példakép. Ezt láttátok gyerekkorotoktól kezdve a filmekben. Nem véletlen, hogy ilyenné formál minket a világ. Azonban Isten, a Biblia nem ezt a macsó férfit állítja példaképnek, hanem Jézus Krisztust. Hanem Jézus Krisztust, mert ő teljesen más. Ő érzékeny. Ő mindig is érzékeny volt a nők felé. Hagyj tegyek fel még egy kérdést. Ismered te egyáltalán a feleséged érzelmeit? Tudjátok, a férfiak sokkal racionálisabbak a teremtettségüknél fogva. Így teremtette őket az Isten. És a nők azok sokkal inkább érzelmiek. Ezért a férfiaknak külön kell azt hangsúlyozni, és külön erőfeszítést kell nekik arra tenni, hogy megismerjék a feleségük érzelmeit. Például, ha te férj vagy, és a feleséged sír,
akkor mit csinálsz? Azt mondod neki, hogy sírd ki magad, drágám. Mit csinálsz? Tudsz vele együtt érezni? Tudsz vele beszélgetni? Megérteni őt? Bátorítani? Vigasztalni? Tudsz vele együtt sírni? Vagy te azt gondolod, hogy az az igazi férfi, aki soha nem sír? Hisz magadnak hazudsz, hisz te is sírtál már, és hányszor sírsz, amikor egyedül vagy? Amikor nem látják a barátaid, amikor nem látja senki? Vagy legszívesebben sírnál? Nem az az igazi férfi, aki nem tud sírni. Jézus sírt, többször is olvassuk. Nagyon sok férj ezekre képtelen, és nem is akar ezekben fejlődni. De Istennek az az akarata, hogy mi ezekben tudjunk változni. És Isten most azért mondja ezt neked, hogy vedd észre, hogy nyíljon meg a szemed, hogy ez is az elhívásod része. Ha te házasságba akarsz menni, akkor ez is a házasságban az elhívásod. És ha már benne vagy a házasságban, és ezt nem gyakorlod és nem éled, hát akkor kezd el élni a mai naptól. És nagyon sok férfi sajnos nem, hogy képtelen ezekre, de nagyon sokszor durván bánik a feleségével, testileg, lelkileg is bántalmazza. És ez én azt gondolom a legsúlyosabb bűnök egyike. Nem vagyok arra hivatott, hogy osztályozzam a bűnöket, meg ítélkezzek, mert nem én vagyok Isten. De ha az lennék, akkor tudnám, mit csináljak. De nem én vagyok. De figyelj, amit most mondok. Ezt most gondold végig. Isten rád bízta az egyik gyönyörű lányát, és odaadta neked feleségül. Azért, hogy szeresd, ahogy Krisztus az egyházat. Hogy tedd le az életed érte, és gondoskodj róla. Te pedig bántod, te pedig megütöd. Lehet, hogy sokszor nem testileg, hanem a szavaiddal. Lelkileg ütöd, vered. Az Isten irgalmazzon neked, hogy azon a napon, amikor elszámolsz erről, olyan meg tudsz állni majd Isten előtt. És az is bántás, amikor a férfiak, a férjek elhanyagolják egyszerűen a feleségüket. És erre nagyon nagy a kísértés is, hiszen a férjek hazajönnek a munkából, hulla fáradtak, megvacsoráznak, sokszor már semmire nem képesek, és akkor beülnek a tévé elé. Ennyi. Ez a házas élet? Ennyi tört. Ez a te kapcsolatod a feleséged, de egész nap nem találkoztál vele, hazamentél, és vacsora után leülsz a tévé elé valami marhaságot nézni. És kihagyod az elhívásodnak azt a részét, hogy a feleségeddel töltsél időt, hogy megkérdezd tőle, hogy mi történt veled, hogy megérintsd őt, hogy megcsókold őt, hogy együtt legyél vele, hogy meghallgasd, mi van benne, hogy elkezd szolgálni felé. Nem a tévének kell szolgálnod. Az elhívás a férjek gondoskodó szeretetéről, ez mind része ennek, fizikailag, szavakban, érzelmeiben, érintésben. Figyelj, ha te csak azért érinted meg a feleségedet, mert jön a szex, akkor te egy nagyon nyomorult ember vagy. Tudod azt, hogy a nők sokkal jobban vágynak az érintésre, mint te, és nem azért, mert szex. Mert a szexre vágynak, hanem azért, hogy megsimogasd őt, hogy megfogd őt, hogy megérintsd őt. Te ismered ezeket a szükségeit egyáltalán a nőknek? Isten azt akarja, hogy megismerjük. A férjek, a férfiak megismerjék a feleségüknek a szeretet nyelvét. Mi az, amire ők vágyakoznak? Mi az, amivel őket tudod szolgálni?
Tanuld meg, hogy milyen, mi az a szeretet nyelv, amit ő beszél. Mi az, ami neki fontos? Hogy időt töltsél vele? Hogy megdicsérd a szavaiddal? Hogy felemeld őt? Hogy hozz neki ajándékot? Hogy megérintsd? Hogy megcsókold? Ismered a feleséged szeretett nyelvét? Mert ha nem, akkor kezd el megismerni. Mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, ha egyszerűen nekiszánod magad, és Istent hívod, és Istent kéred arra, hogy ebben adjon neked előrelépést, fejlődést. Van egy nagyon jó könyv, lehet, hogy sokan ismeritek, Gary Chapmannek Egymásra hangolva, ez pont erről szól, a szeretett nyelvről. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Olvassátok együtt, férj a feleséggel. Sok áldást kaptok ebből. Egyébként az, hogy más a szeretett nyelv, amit a férfiak és a nők beszélnek, azt ezekből a versekből is látjuk, amiket most olvastam, és amiket tanulmányozunk. Figyeljetek csak, elgondolkoztatok azon, hogy miért írja a feleségeknek az ige, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, és miért írja a férjeknek, hogy szeressék a feleségüket. Nem? Gondolkoztatok arra, hogy miért? Kicsit furcsa. Hát miért nem minden, mind a kettőnek azt írja, hogy szeressék egymást? Hát miért? Miért a feleségnek vajon nem kell szeretnie a férjét, csak engedelmeskedni? Természetesen Isten azt akarja, hogy mind a ketten szeressék egymást, de itt mégis másról is, másról ír. És oka van ennek. Oka van annak, hogy eltérő a felszólítás, amikor Isten a házasságról beszél, és az elhívásról beszél. Eltérő a felszólítás, ami a feleségeknek és ami a férjeknek szól. Miért? Azért, mert a férfiaknak nem kell állandóan bizonygatni a feleségük szeretetét, de állandóan igénylik a feleségük tiszteletét. Ha a feleségem nem mondja nekem minden nap, hogy szeret, én akkor is tudom, hogy szeret, és nem igénylem. Ennek ellenére mondja, és ez jól esik, de nem ez az, amit igényelek, de azt igénylem, hogy folyamatosan érezzem a tiszteletét. A nők viszont teljesen másképp működnek. Ők igénylik azt, hogy a férfi szeretetét újra és újra érezzék. Érezzék. Ők ilyenek. Ezért a férfiaknak azt mondja itt az ige, hogy szeressék a feleségüket úgy, ahogyan eddig is beszéltem, kifejtettem, hogy hányféleképpen, hogy érezzék is azt. A szeretet gondoskodó szeretet legyen, és gondoskodjon a feleség érzelmi igényeiről is. Ez is az elhívás része. Mert a nők szeretik újra és újra hallani, hogyha a férfi azt mondja nekik, hogy szeretlek. Szeretlek. Ha te egy férj vagy egy házasságban, akkor te nem élhetsz úgy, hogy azt mondod, hogy megmondtam az esküvőnkor, hogy szeretlek, és ez addig érvényben van, amíg más nem mondok. Pedig lehet, hogy igaz, te tényleg szereted a feleséged, és komolyan mondtad, és nem kell többször mondani, de a nők ezzel nem lesznek megelégedve, mert ők nem ilyenek. Ők szeretik érezni, szeretik, ha nekik naponta mondod, ha többször mondod, ha viszel nekik virágot akkor is, ha nincs külön alkalom, ha odamész a feleségedhez, és átöleled, megcsókolod. Csókold meg a feleséged. Na nem most, mert ha hazamentél. Ezt lehet, hogy furcsa, hogy halljátok, mert azt gondoljátok, hogy ez természetes. Nem, nem természetes. Mi ezeket a dolgokat, hogy csók, nagyon sokszor hogy a szexhez kötjük, és akkor az a szexuális aktussal kapcsolatos események része, hogy most szépen fogalmazzak. Ez nem így van. Tudod azt, hogy a nők akkor is szeretnék, hogy megcsókold, hogyha nem arra vágynak, hogy most épp legyen egy szex. És akkor is vágynak arra, hogy megsimogasd őket, és megérintsd őket.
pusztán azért, hogy érezzék, hogy te ott vagy velük, te, akire számíthatnak, akiből az erő, a határozottság, aki Krisztust követi, mert Krisztust követed, és akiben látják azt a férfit, aki Krisztust követi, aki stabil, aki határozott, aki tudja, mit akar, és aki megérti őt, és kifejezi a szeretetét, és mondja neki, hogy szeretlek. És lehet, hogy te nem igényled, hogy neked mondja a feleséged naponta 10-szer, de a feleséged igényli. Kérdezd meg tőle, ha nem hiszed. És hogyha ezt teszed, ha ezekben jársz, ha ennek az elhívásnak eleget teszel, amiről itt beszél az ige, ahogy most kibontottuk, akkor ki fog virágozni a feleséged, akkor boldog lesz, akkor ki tudod belőle hozni azt, amit Isten akar belőle kihozni. A te vezetésed, a te szereteted által. Te vagy az eszköz. Te vagy az eszköz. Engem nagyon boldoggá tesz az, amikor felemelhetem a feleségemet, amikor, mint egy katalizátor, kihozhatom belőle azt a sok csodát, ami ott van benne. Ez a férj elhívása. És hagyd mondjam el, hogy, és ez most lehet, hogy nagyon személyes lesz, de én azt gondolom, én személyesen azt gondolom, hogy én nagyon méltatlannak érzem magam erre. Nagyon méltatlan ember vagyok, mert úgy érzem magam, pontosan látva a saját bűneim, a saját gyengeségeim, látva azt, hogy ki vagyok az Isten előtt, hogy egy ilyen emberre, akin az Isten megkönnyörült, akiért Krisztus meghalt a kereszten, akinek a bűnei megbocsátatta. Egy ilyen emberre Isten egy csodálatos kincset bízott. A feleségemet. A legnagyobb ajándék, amit az életben kaptam tőle, és a legnagyobb elhívás, amit kaptam tőle. Az én legnagyobb elhívásom nem az, hogy itt álljak, és tanítsak, és prédikáljak. Ez is elhívásom. Erre hívott el az Isten. De ennél van egy nagyobb elhívásom. Hogy letegyem az életem a feleségemért. Hogy úgy szeressem őt, ahogy Krisztus az egyházat. Ez nagyobb elhívás. És minden férfinak, minden szolgáló férfinak a legnagyobb elhívása a felesége. Hogy úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Tehát látjuk Isten gondolkozását, látjuk az igéből, hogy a házasságban a férj szerepe a vezető szerep, amiben ő egy olyan vezető, hogy szereti a feleségét krisztusi szeretettel, hogy leteszi az életét a feleségért, ahogy Krisztus letette az egyházért. Ugye láttuk, ahogy beszéltünk róla, hogy ez a szeretet, ez egy feltétel nélküli, önfeláldozó, megszentelő és gondoskodó szeretet. Mennyire sok rétű. És Isten erre hív el bennünket, férfiakat. És hogyha ezt te komolyan veszed, akkor csak egy mondat jöhet ki a szádon, én erre képtelen vagyok. És ez így van. Ha idáig eljutsz, akkor jó megállapításra jutottál el. Valóban képtelen vagy rá, én is az vagyok. De ezt nem egyedül kell megcsinálnunk. Ezt a saját erőnkből nem tudnánk megcsinálni. De Krisztus által meg tudjuk. Hadd emlékeztesselek benneteket újra, hogy az egész házasságról szóló rész az Efezusi levélben miután jön? Azon versek után, amikor azt mondta Pál, hogy teljetek meg lélekkel. Töltekezzünk be Isten lelkével. Isten lelke nélkül, Isten nélkül nem tudunk csinálni semmit. Pláne eleget tenni ennek az elhívásnak. Ahogyan a
Az apostoloknak, a tanítványoknak kellett, hogy beteljenek lélekkel, amikor bizonyságot tettek Krisztusról. És kell, hogy beteljünk lélekkel, amikor szolgálunk, amikor evangelizálunk, amikor egyszerűen csak valaki felé bármilyen szolgálatot végzünk abban az elhívásban, amiben vagyunk. Ugyanígy, sőt, még jobban kell, hogy beteljünk lélekkel ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni ennek az elhívásnak, amit a házasságban kapunk arra nézve, hogy úgy szeressük a feleségünket, ahogy Krisztus az egyházat. Úgyhogy nem kell kétségbe esnünk, hogy ezt nem tudjuk. Saját erőnkből nem. Annál inkább legyen erősebb a vágyad arra, hogy többet kapjál Istenből, többet az ő lelkéből. És akkor mehetsz bele örömmel ebben az elhívásba. Mert ebben az elhívásban ugyanúgy, ahogy a feleségeknél, a segítő szerepben, hogyha azt meg tudja élni a feleség, megtalálja a helyét, ahova tervezte Isten, és örvendezik abban, és boldogan engedelmeskedik a férjének, ugyanígy, ha egy férfi megtalálja a helyét abban az elhívásban, hogy ő egy vezető, mer vállalni felelősséget. Erről most keveset beszéltem, de azért párszor megemlítettem. Felelősséget vállalni. Mer hozni áldozatokat. És meri úgy szeretni a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Akkor ő is megtalálja a helyét. Akkor ő is megáldatik, és Isten, amikor lenéz rá a mennyből, akkor csak örvendezik. És hatalmas nagy áldás árad az ilyen férfiból, a feleségére, a gyerekekre, a környezetére, mások felé a világban. Hiszen mást fogsz sugározni, mint férj, az összes többi férjel szemben, amit a világban mások látnak. Te más leszel. Mert a te példaképed Jézus Krisztus, és nem az a macsó férfi, az a kemény legény, akit a világ állított példaképnek. És te arra fogsz átformálódni, amilyen a példaképed. Ha Krisztus az, Krisztusivá. Ez az elhívása a férjeknek, a férfiaknak a házasságban. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a te igéd az világosan beszél. Köszönjük, hogy világosan elmondod nekünk, hogy a házasságban mire hívod el a feleséget és a férjet. És ahogy múltkor láttuk, hogy a feleség szerepe mit jelent, mint segítőtárs az engedelmességben. Ma láttuk, hogy a férj szerepe mit jelent, mint vezető, abban, hogy szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat, és leteszi érte az életét. Uram, én azért imádkozom, hogy a mi gyülekezetünkben olyan férfiak legyenek, akik igazi férfiak. Akik nem soviniszta vadállatok, és nem puhány kisfiúk, hanem igazi férfiak. Akiket a te lelked igazi férfivá formál, akik mernek felelősséget vállalni, mernek áldozatot hozni, mernek kilépni, mernek téged követni, és akik megtanulják, megértik és gyakorolják a szerepüket a férj elhívásában, és boldoggá teszik a feleségüket azzal, hogy leteszik az életüket érte. És szeretik őt, szereti, hogy tudjuk szeretni, nem csak anyagi gondoskodásban, hanem annyi minden másban, amire te elhívod a férfiakat, lelkileg, érzelmileg. Uram, imádkozom azért, hogy add meg, hogy én is egy ilyen férfi legyek, egy ilyen férj legyek. Imádkozom minden férfiért, aki itt van. Imádkozom azokért, akik házasságban élnek, mint férjek vannak. Itt, Uram, hogyha most felismertek valamit, hogy nem úgy csinálnak, Uram, indíts el bennük egy változást.
És imádkozom az egyedülálló férfiakért, akik még előtte állnak a házasságnak, hogy így tudjanak készülni. Hogy lássák a te igazságaidat. Hogy lássák, hogy mi az elhívás. Hogy komolyan vegyék majd, hogyha azon a napon azt mondják a te színed előtt, annak a nőnek, amikor majd kimondják a döntésüket, hogy az mögött súly legyen, hogy azok ne csak szavak legyenek, hanem az életük beszéljen róla. Uram, én ezért imádkozom, hogy ilyen férfiak legyenek, hogy ilyen házasságokat lássunk. Ezt kérem Jézus a nevedben. Amen. Isten áldjon titeket. Folytatjuk a házasság sorozatot, de a következő hétfő a hónapnak az utolsó hétfője, és tudjátok, minden hónap utolsó hétfője egy különleges alkalom, amikor nincs tanítás, amikor keressük Istent, amikor dicsőítjük őt, amikor megnyitjuk magunkat az ő munkájára, hogyha ő szólni akar, mert a többi alkalmon nem mindig van lehetőség arra, hogy halljuk, hogyha Isten ad egy proféciát, egy kijelentést. Ezért tartjuk ezeket a különleges alkalmakat, amikor megnyitjuk magunkat arra, hogyha Isten akar munkálkodni a lélek kijelentése és a léleknek az ajándékai által, akkor, hogy ezt megéljük. Erről szólnak ezek a különleges alkalmak, úgyhogy erre most jövő héten is várunk mindenkit szeretettel. És ugye láttuk a mai alkalommal, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy a lélekkel beteljünk. És ez az egyik legfőbb imánk ezeken az alkalmokon, hogy az Isten töltsen meg a lelkével. Úgyhogy gyertek, és két hét múlva pedig folytatjuk a házasság sorozatot, ahol most abba hagytuk.